Na csács, új csőtészta csokoládés traktor kerék, hát apátok mit hozott nektek ide? 1.1-es alfa verziójú 7 Days to Die, ami 2013-ban debütált, ugye? És ezzel kapcsolatban egy dolog jut eszembe, hogy igenis vannak olyan fejlesztő cégek, vannak olyan tímek, akik nem engedik el a játékukat, nem arról szól nekik a projekt, hogy csinálnak egy alfa verziójú játékot, föltolják Steamre vagy esetleg Kickstarterre, és megszedik magukat, és akkor onnan le van szarva, rengeteg ilyennel találkozunk sajnos folyamatosan Steamen, hogy olyan elengedett játék koncepciók, amikben lett volna potenciál, azokat így azt mondják, hogy oké, okay, elég pénzt kerestem, le van szarva, nem kell bele időt, nem kell bele energiát fektetnem, viszont a 7 Days to Die sorozat az egyáltalán nem ilyen. 2013 óta folyamatosan fejlesztették ezt a játékot, és most elértünk oda, tudjátok, hogy megy a sorozatom, ami 1.0-ás végleges verzióval van már megáldva, és szerintem minden fejlesztő cégnek így kellene működnie, hogy ha már egyszer van egy víziójuk, ugye volt egy víziójuk ezeknek a készítőknek is, 2013-ban, ami 11 évvel ezelőtt volt, srácok, hogy akarnak csinálni egy ilyen zombis survival játékot, egy csomó mindenbe rettenetesen jó és új mechanikát tudtak bevezetni ezekbe a játékokba, például ugye a blokkrendszert, ami hasonló, mint ugye Minecraftba, hogy konkrétan ki tudsz ütni blokkokat, tudsz bármi hova blokkokat építeni, és ez valamilyen szinten egyedivé tette ezt a játékot. Tudom, hogy volt a Minecraft, de igazából ez sokkal egy reálisabb játék. És ahova most eljutott, igaz, hogy nem a AAA kategória, de nagyon-nagyon karcolja már alulról azt a réteget, ami oda vezethet, hogy ez a játék előbb-utóbb egy AAA kategóriába fog esni. Úgyhogy egyébként mindenkinek ajánlom a játékot, és mindenkinek azt mondom, hogy vegye meg ezt a játékot, mivel egy ilyen ilyen csapatot mindenképp meg kell tisztelni azzal, hogy fizetsz a játékért, hogy támogatod őket, hogy elérjenek egy olyan szintre, ami nem tudom megfogalmazni, hogy távlatokban, hogy meddig fog ez menni, mert 2013-ban sem tudtuk elképzelni, hogy ez a játék, ez hova fog jutni. Mert 2013-ban szerintem te, hogyha visszagondolsz az életedre, hogy akkor mennyi idős voltál 11 évvel ezelőtt, azt se tudtad, hogy hova fogsz elérni 2024-be, és ezek a készítők ennyi időn keresztül, 11 év alatt nem engedték el ezt a játékot, folyamatosan fejlesztik, pedig biztos, hogy őnekik is az életükben rengeteg dolog történt, és arra gondoltam, hogy mindenképp akarok ebből egy sorozat, meg akarom nézni, hogy ők mit vizionáltak, hogy mit gondoltak akkor, amikor ezzel a játékkal hát így megbaratkozott a gondolatuk. Mert igazából ez az első olyan játszható verzió, amit így publikáltak. Ugye ennek volt egy alfa 1.0-as verziója, az sajnos ilyen mindenféle kompatibilitás problémákkal küzd. Nekem nem sikerült normális elindítanom, de gyakorlatilag ez pontosan ugyanaz. Ez 2013-as játék, srácok. És akkor megyünk, és akkor egy New Game-et nyomunk. Igen, kipróbáljunk, mi legyen? Legyen retro videó. Legyen retro a címe. Retro. Nagyon-nagyon izgulok egyébként. Annyit csináltam, hogy kipróbáltam, hogy fut-e a játék, meg normálisan működik-e, de nem folytam be, remélem, hogy nem lesz semmi crash, nem lesz semmi bug. Tényleg ez egy retro játéknak minősül. Ezt amikor még játszottad, akkor ilyen Windows 7-en toltad. Még Windows 10 az kanyarba sem volt, talán még a Windows 8.1 sem, nem tudom az pontosan mikor debutált. Nagyon érdekes, hogy ugye egy darab mapot tudtál választani. Arra is kíváncsi vagyok, hogy ez a map ez mennyire változott az idők folyamán. Tehát mennyire új dolgok kerültek bele, és az nagyon érdekel, hogy milyen mechanikákat álmodtak meg a legelején, hogy hogy akarták ezt, hogy felépüljen ez a maga az a játék, és nem csak grafikai szinten, hanem mechanikai szinten, hogy milyen dolgokat dobtak, és milyen dolgok maradtak meg, és igazából mik változtak, hogy hogy csiszolódott ez az egész, és mennyire volt markáns az az elképzelés, amit ők így kitaláltak a legelején. Úgyhogy nagyon érdekel egy csomó minden ezzel a játékkal kapcsolatban. Én talán ilyen 7.0 vagy 8.0 körül kapcsolódtam be ebbe az egészbe, de ugye az 1. Hát ilyenkor nem játszottam, gyerekek, ilyenkor a világomat nem tudtam, hogy 2013-ban, hogy mi történt. Na, nyomunk egy startot. És ugye nagyon érdekes, mert kapásból ugye egy ilyen szöveggel indultunk, hogy
Nem sokára érkezik az Alpha 2. Hát belegondoltok, srácok, amikor kijött a most nem rég egy hete az 1.0-as végleges verzió, akkor már ilyen 20-valamennyi alfánál tartottak, és egész végig tök durva, mert csinálhatták volna azt, hogy azt mondják, hogy na, ez nekünk a végleges verzió, de nem. 11, milyen 11 éven? De 11 éven keresztül folyamatosan fejlesztették, és nem gondolták úgy, hogy ez a végleges, nem gondolták végig 11 éven keresztül, hogy igen, most már elértünk egy olyan szintre, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez egy végleges verzió, hanem most, 11 év távlatából gondolták azt, hogy jó, erre már azt tudjuk mondani, hogy ez egy 1.0-as verzió, de itt még nem fogunk megállni, hanem itt még egy rengeteg patch-el fogunk jönni, és egy csomó minden fog belekerülni a játékba, de itt tudjuk azt mondani, hogy 1.0-as. Na! Ú, gyerekek, mi a franc? Egyből zombik jönnek. Hey! Ez nekem egy kicsit sok. Hú, de érdekes ez a grafika. Mi történik itt Gyöngyösön? Ó. Aha. Most komolyan. Mi az a... Gyerekek, nagyon furcsa. Nagyon furcsa ez az egész. De kapásból zombik támadnak rám. Jó, nyugalom legyen, várjál. Nagyon furcsák a hangok, nem tudom, hogy mennyire hangos. Jó, ezt kiütöttük, álljunk meg egy szóra. Mi folyik a Gyöngyösön, srácok? Brutális. Azt a betyár, gyerekek, hát rendesen el vagyok veszve. Hát lerakott minket kapásból egy ilyen helyre. Nézzük egy térképet, itt vagyunk. Milyen érdekes a térkép? Jézus, ennyi zombi kapásból? Hát ez nekem egy kicsit erős, így... Tele van minden zombival. Mi ez a sűrítő, ordító hangok folyamatosan? És nézzétek ki meg, itt még nem tudták megcsinálni azt, hogy a blokkok... Azok... Várjátok, mindjárt fogok én erről beszélni, hogy mi történik itt, csak próbáljunk meg megnyugodni, mert nagyon-nagyon kemény helyzet van. Ja, igen, a blokkok azok még nem voltak teljesen lesimítva, hanem így nem illeszkedtek a terepbe. Na, talán egy kicsit lejjebb vettem a hangerőt. Valahova be kéne vernünk magunkat, nem tudom, egyáltalán nincs óra, úr érdekesen néz ki a izé, ott a staminánk, ott a kaja szintünk. Egyébként az alapok azok úgy látom, hogy nagyjából ugyanazok, viszont azt nézem, hogy a sprinten konkrétan a stamina nagyon nem fogy. Igen, látjátok, hogy még látni ugye a blokkokat mindenhol a területen. Csomó mindent felfedezek, ami tök ugyanez volt a régi, vagy az új játékban is már. Például ezek a fák, nem tudom, a sivatagban már az új verzióban nem mentem, de ez nagyon sokáig ugye megvolt, hogy ugye fákat azt így tudtál. Ne, Pika Polly lehet? Várjál már, a tabból nem valószínű, hogy megnyílik az inventory. Az inventory-val nyílik meg az inventory. Ez érdekes, igen, tabot nyomok folyamatosan, azzal a konzol jön le. Jó, szedjünk cuccokat, meg be kéne szerintem menni egy házba. Nem tudom, tudok-e érvényesülni egyáltalán ebbe a Seven Days to Die-ba. De nagyon retro feelingem van egyébként, nagyon 2010-es évek. És nincs is még gyors billentyűk, még abszolút nem léteztek. A kaktuszokkal vajon mit lehet kezdeni? Még mutatja egyébként, hogy melyik blokkot jelölöd ki, amikor ránézel valamire. Hát megpróbálok itt fölmenni. Furcsa egyébként, hogy még ez a Minecraftos szintű grafikával van megáldva ez a dolog. Egyszer egyébként próbáltam, úgy emlékszem én ezt a verziót. Mi volt ez a robbanás? Milyen a rengeteg zombi, gyerekek? Hát ezzel nem tudok mit kezdeni ezzel a dologgal. És hogy van a craft? Nem C? Nem, a C a googolás. És úgy is marad? Oh my god. Hát rengeteg a zombi, hát nem tudom, ilyenkor mit kellene csinálnunk, gyerekek? Viszont épületek azt látom, hogy már vannak. Az tök jó, az nekem nagyon örülök. De viszont... Ha itt szét tudod szedni, kicsit ilyen Minecraftos beütésű a dolog. Hol van a izé? Hol van a kraftolás? Hát próbáljuk meg néhány
Ez mi volt? Eldobja a cuccot. Aha, jó, oké. E, F. Aha, lehet írni, bár nem tudom, hogy mi értelme. Ó, érdekes. Lehet írni, pedig még csak egy darab player van. Ott már, ott meg valami fenyőerdő van, és szinte zöld minden. Na, nézzük, hogy mi van még. Mit lehetséges itt. Nagyon gyorsan egy végigpásztalom. Igen, a T-vel lehet írni, tudom, bocsánat. Azt már egyszer próbáltuk. De várj, azt tűnjön el. Igen, E, mint inventory. Meg iszonyatosan sok a zombi. Ezzel nem vagyok kibékülve teljesen. Igen, a C-vel legugol. Ó, igen, nem az map. Hát nem tudom, hogy egyáltalán lehet craftolni még ebben a verzióban, srácok. De borzalmasan sok zombi van. Nos, srácok, megnéztem én itt a billentyűzet kiosztást nagyon gyorsan. Szerintem nincsen kraftolási lehetőségünk, hanem elképzelhetőnek tartom, hogy csak kifejezetten crafting table-öknél lehet, vagy valami hasonló, mert nincs olyan billentyű, hanem csak az inventory-ba tudsz így matatni, aztán ennyi volt az egész. Nincsen semmi olyan opció. Bár... Ó... Elképzelhető, hogy hasonlóan működik, mint a Minecraft-ba. Valahol be kéne menni, de folyamatosan üvöltenek a zombik, ez nagyon érdekes. 12-43 van. Gyerekek megállás nélkül orrítorak. Úgyhogy hogy tudom felvenni velük a verseny, vagy a harcot? Jaj, csajok vagyunk. Mi ez a sok zombi? Ne szórakozzál velem! Ez egy kicsit erősnek érzem, ezek szerintem érzékelnek ilyen végtelen távolból. Úristen. De ez lehetett játszani ezzel a játékkal? Volt bármi értelme? Volt... Hoppá! Bazzi, volt van egy auger! Hát nem hiszed el! Kapásból lootoltam egy olyan itemet, ami ilyen nagyon nehezen elérhető bár a későbbi verziókban. Üres üveg. Egy csomó minden teljesen ugyanolyan, mint a legújabb verzióban. Mármint ilyen nagyjából a dobozok kinézete, de egyébként a... Ja, egy kicsit olyan furcsa, mint hogyha kulcsokon keresztül néznénk a dolgokat. Jaj, mindig a tabot nyomja az ember. Tényleg, de nem tudom, hogy le tudok-e szokni valaha is. Ez érdekes, mert körülbelül tök hasonlóak a tereptárgyak. Ja, hát a zombik azok folyamat jönnek. Éjszaka rohanni fognak, akkor nekünk végünk van. Volt sörét is. Hát érdemes lootolni, úgy látom ebben a játékban. Hát képzeljétek, ez 2013-ban még ott tartott, hogy így a készítők azt mondták, hogy oké, okay, most már így nagyjából csináltunk egy működő verziót, akkor toljuk fel Steamre, vagy toljuk ki publicra, és akkor próbálgassák az emberek. Tényleg ott tartottak. Én lootolok most mindent ezerre, azt tudom csinálni ebben. Játékban nem tudom a kraftoláshoz hogy működik. Viszont érdekes, hogy a loot rendszer az még mindig ugyanúgy... Ezt fel tudom venni? Ó, és fel tudom venni és... És a francia sembe lesz így cipelem. És ilyen pici lett! Ne viccelj velem! Ne! Zombik szerintem, amíg így a környezetemben vannak, azok így érzik. Jézus, mennyi zombi! A legelső persze. Ez nem volt könnyebb ez a játék, úgy érzem. Annó. Jó, kaját azt szereztem. Hoppá, szereztem egy fegyvert, gyerekek, úgyhogy az jó. Tök furcsa, hogy nincsen például... Ne! És megint a tabot nyomogatom. Aha. És van... Jaj, megint a tabot nyomogatom, hát ezt erről nem fogok leszokni. Milyen érdekes a tárnézet. És a karócsapda, az úgy látom. Föl lehet venni a karócsapdákat, ne vicceljé, testvérem. Még annó nem kiütni lehetett ezeket a dolgokat, hanem így felvenni. Hát ez nagyon retro érzésem van, de képzeljétek, 2013-ban összehoztak egy Minecraft-szerű játékot, ami... tök jól működik.
Jó, egy kicsit még sűrűn ejti a lootokat, valószínűleg azért úgy csinálták meg így az elején, hogy... És mi az a csillag? Mi az a csillag? A spawn helyünk akar lenni? Ugye van itt egy csillag. A spawn helyünk szerintem. És ott is egy csillag. Ugye, hogy ezeken a helyeken tud spawnolni? Ez nagyon komoly. Hát figyeljetek, menjünk, aztán lootoljunk, aztán megpróbálunk túlélni. Egy pár részesre minimum szeretném azt a sorozatot kibővíteni. Nagyon érdekel, hogy mit lehet csinálni. De viszont, hogy craftolni hogy lehet, azt ne kérdezzétek. Hát megpróbálunk rájönni, de miért van ennyi zombi? Borzalmasan sok a zombi. De legalább madarak nincsenek, ugye? Mennyi zombi ez? Ez nem fogok túlélni így. Jó, várjál, egy kicsit el kell távolodni a zombiktól, vagy valami. Régebben mindig sivatag basz. Ott is bazze folyamatosan spawnolnak. Mi ez? Semmilyen nehézséget nem lehetett állítani, srácok. Komolyan. Ez nagyon durva. De viszont nagyon lassúak, úgyhogy ez egy jó dolog. Én van egy olyan érzésem, hogy itt lehet craftolni gyerekek különböző dolgokat, hogy így mint a Minecraft. Ja, ide nézzél! Megvan, hogy kell kiraknod, beszarsz. Ott van. Ha jókkal juice-t akarsz csinálni, akkor oda pakold ember a dolgokat. Ne tabot nyomogass. Hát ez full Minecraft. Most már innen látni azért, hogy a Minecraft-ik lettek. De megállás nélkül millió zombi van. Kaptam egy shotgun-t. Viszont, igen, nagyon turva. Ez a rengeteg zombival ezzel nem... Ne a tabot nyomogasd! Ez a rengeteg zombival nem tudom mit fogok kezdeni. Igen, és megint a tabot. Ezt nem biztos, hogy ezt el fogom tudni hagyni. Ó, srácok, nagyon komoly. Maga a grafikának is van egy ilyen epic. Nem. Ezt át kell állítanom tabra, vagy nem tudom. És ez csak egy üveg? Itt van kajám, ezt hogy tudom megenni egyáltalán? Valószínűleg le kell raknom skillbarra mindent is, hogy meg tudjam használni, ugye? Ne a tabot használd, hülye gyerek! Megettük, jól van, ettünk ennyiet. Jó. Le tudod rakni a izéket, a tepeket. Hát egy komolyan mondom, hogy én kicsit ilyen izébe vagyok, nosztalgikus feelingbe, meg ilyen adózok ezeknek a... Nem ezeknek, hanem nekik. A készítőknek a... Mert a mapon mindent is látni, az egy kicsit epik. Mármint, hogy furcsa, nem? Hogy ez nem egy benzinkút? Valahogy emlékszem arra, hogy egy folyón túl volt egy benzinkút. Egy hídon túl, figyeljétek meg, hogy benzinkút, és ez gyakorlatilag még mindig ugyanaz. Ennek a mapnak az alapjai ezek... Ez mi? Jó, az lőszer? Hát meg nem mondtam volna, azt hittem, hogy egy csindő. És nagyon messze hallani a zombikat, ez egy kicsit zavaró. Figyeljétek meg, jobb oldalt egy benzinkút! Ez még mindig pontosan ugyanúgy néz ki ez a map, ha nem is teljesen pontosan. De az alapjai még mindig ugyanúgy működnek. Hát lövök egyet, srácok, kíváncsi vagyok. Ja, hogy lehet lootolni itt még a zombikat. Viszont az egy tök jó dolog volt szerintem, hogy így átnézed a zsebeit, mert oké, hogy zombik, valószínűleg nem érdeklik a javak. Viszont ha belegondolsz... Ez mi volt? Ez mi ez a morgás? Menj a francba. Gyerekek, ez ugyanaz a benzinkút. Ez ugyanaz a hely. Ne, szakad le! Ne! Hát ez rohadt jó volt! Hogy szakadt le, gyerekek? Nagyon adja! Kicsit furcsa, hogy a zombikat így hallom nagyon távolról is, vagy lehet, hogy nem távolról. Robbanik a benzinkút? Meg kell néznem, gyerekek! Vazze! Robbant a benzinkút, robbanó hordó! Nagyon durva! Jó, hát ezeket ki kell írtanom.
Fel kéne költöznöm ennek a benzingudnak a tetejére, vagy... Mi ez a sok zombi? Hát az a me... Ez kicsit lehet, hogy erősöllömnál. Van ilyen Ironside-os célzás, de hát annyira sok értelme nincs, de viszont a zombikot mindig elfelejtem lootolni, mert miért? Miért is lootolna az ember? Hát nem ezt szoktuk meg, ugye? Volt náluk egy SMG? Szivat? Volt náluk egy SMG? Ne a tabot nyomnék, mindig nem a tabot kell nyomni, testvérem. Volt náluk egy SMG, hát megőrülök. Ne a tabot! És az SMG is fullon van? Fullon van, beszarsz. Komolyan, ez egy játszható játék volt, basszus, de szerintem ez 2010, vagy igen, 2013-ban, ez nem volt rossz. Jó, oké. Ez micsoda? Painkillers? Létezett Painkillers már akkor. Nincs lootolási idő, az tök jó, kelleves. Viszont hogy kiütötte itt a dolgokat, és ez így betonnak számít, nézd oda. És akkor alatta meg ilyen homokkő van. Ezek is azért hasonlóak, még mindig. Sportáska, az még mindig azért még ott van. Mi? Ez micsoda? Aha, ez víz. Ez jó, ezt így kirakom. És igen, ível. Hát a tabra jó, hogy rátrak. Ó, ott is a víz. Macskakaja, egyébként egy csomó tárgy még mindig ugyanaz. Mármint maga az ikonja is hasonló. Lehet egy kicsit hangos a játék, bocs érte. Legalább is nekem nagyon ordít, bocs. Aha, és ezeket a cuccokat még lehet, hogy nem szétverni kellett, hanem ugye tudtad lootolni. Mária, de be tudok bújni? Nem tudok bebújni. Az viszont akkor szét kell mégiscsak verni. Ó, valamit fölvettem, nem tudom, főzőedény volt? Nem mondod, hogy főzőedény. Főzőedény, és ugyanaz. És az a durva, hogy ebbe a verzióban már látszott, hogy a gyerekek mit szeretnének elérni, hogy mik az elképzeléseik, érted? Föl kéne állnom valahogy, vagy föl vagyok állva? Ja, jön valami zombi hangot hallok folyamatosan. Éjszaka lesz, lehet, hogy le kéne telepednem egy kicsit. És föl vagyok állva? Nem, fura. Mivel tudom ezeket kiütni? Várja, volt nekem egy ilyen augerem. Meg kell próbálni azzal. Oké. Okay. Van benne üzemanyag, vagy nem tudom, mivel megy? Aha, hogy leesnek a dolgok. Aha, és itt tudod fölveri scrap metal, figyeled? Aha, de viszont itt vannak ilyenek, ezek tök durva tüskéket így lazán felveszed, meg van oldva, nincsen problém. Viszont maga tényleg tök hasonló az egész koncepció. Bár ez, nem vagyok benne biztos, hogy nem fognak futni a zombik. Szerintem emellett így kitartottak. Szóval lehet, hogy halál lesz ebből. Itt is egy főzőedény. És ez még egy ilyen külön item volt, nem úgy tudtad lutolni. Figyelj, itt egy campfire. Hoppá! Hátizsák, gyerekek! Úgyhogy akkor le tudod rakni már a hátizsákot. Vagy nem hátizsák, hanem... minek nevezik, azt tudod. Ó, tele volt vízzel. Nem hátizsák, hanem... sleeping bag. Mi az? Hálózsák. Olyan déjà vu érzésem van folyamat. Várjátok, hogyha kiaugulnak egy ilyet. Aha, ugyanúgy simán, tudod. És várja, ezt blokknak írta? Ezt halál komolyan blokknak írta? Akkor lehet, hogy ez úgy működik ebbe a versionbe még. Ezt nem lehet leszkrepelni? Vagy valami, hogy működik még itt a dolog? Nem tudom. Hogy akkor ezt egyből blokként tudod, egyből blokként le tudod rakni, testvérem. Ja nem, baszd! Ez valahogy nem tudom, hogy van a kraftolás ebben a verzióban még. Szerintem nincs korom sötét, srácok, lehet, hogy mennék tovább.
Fúj a széjjel. Viszont valami, valamennyire... Ne! Futnak grosszus, és rengetegen vannak. Egy kifogyott. Mi történik? Mi folyik egy gyöngyösön? Basszus, és ezek tényleg futnak, srácok. Na, én bevágom magam lopakodásba, vagy nem tudom mit csinál. Azt tudom, hova tűntem most. Itt vagyok. Ott haltam meg, ugye? Gyerekek, instakill! Na jó, oké. Figyeljetek, írjátok meg, hogy akartok ebbe egy sorozatot. Hát szerintem sokkal nehezebb, mint az új verzió. Nagyon durva. Igen. Leírásban lerakom ennek a letöltését, ki akarjátok próbálni nyugodtan. Hát egy ilyen free verziót találtam be, a Steam-en se tudod ennyire visszapörgetni, hogy a bétákat, vagy az alfákat, hogy ugye ezt az legelső verziót megkaptott, és talán 8.0 környékéről indul. Hát tényleg lerakom, és nyugodtan próbáljátok ki, pár száz meg az egész. Hogyha gondoljátok, akkor egy sorozatot akarok belőle indítani. De beteg nehéznek tűnik ez, bár nem tudom, hogy ha nem tudnak felmászni a tetőkre, akkor ugye az egy opció lehet, hogy felmenekülsz valahova. Viszont nem tudom, hogy szétütik-e a blokkokat. Úgyhogy ez érdekes lehet. Na, köszi szépen a figyelmet. Hát ez nem volt egy hosszú életű dolog, de nagyon érdekes. És ja, kipróbálnám egy hosszabb távon, néhány részt azért tolnánk belőle, hogy túl tudunk-e egyébként élni, hogy tervezték a készítők, hogy ez így ilyen hány napig bírod, 2-3, vagy pedig itt hosszabb távon is lehet vele működni. Köszi szépen, sziasztok!